hordozkálni senki, tehát ő a könnyebbik végét fogta meg. A munkám. Mindig ilyen jók vagytok? Igen. Nagy részt. Ó, látom a szülők is csendben vannak. Hotelom is van. Na. Szerbusztok, szerbusztok. Jaj. Hát alig bírom el ezt a zsákot. Na. No, hát azért jöttem, hogy megajándékozzalak benneteket az edzőtök nevébe. Szép hosszú listát kaptam, amiben sok dicséret van, Virgács helyett pedig korholás. Úgyhogy nem kell nagyon szigorúan venni, de mindenképp meg kell fontolni. Ördögöm ide jön mellém, segít, osztogat majd szaloncukrot ott a nézőknek, a szülőknek, én meg olvasom, azt mondja, ki legyen az első, második osztályosokat kezdjük, jó? Azt mondja, Szabó Máté, van itt olyan? Gyere Máté! Azt hallom, hogy nagyon ügyes gyerek vagy, jó mozogsz a pályán, hát mindig csak így tovább. Jó, azt írta az edzőt, hogy nagyon szépen játszol, és meg van veled elégedve. Pál Petra! Hát drágám, neked egy kicsit erősödnöd kell, egyél sok vitamin, hogy fel tud venni a versenyt a fiúkkal szemben is a pályán. Nagyon ügyes vagy, és nagyon megvan a feled, és elégedve az edzők. Kovács Vivien. Ó, Vivien. Képzeld el rólad, azt írták az edzők, amit nagyon kevés gyerekről mondanak. Te túlságosan jó vagy. Ha miért nem lehet egy kicsit rosszalkodni? Nem szoktál sose? Na hát egy kicsit rosszalkodjál, és akkor aktív játékosan leszel a csapatnak, ne hagyd magad elnyomni senkinek. Kacmarci Barnabás. Na Barnabás. Milyen volt? Á, ez csak vicc. Nagyon szépen dolgozzál továbbra is, mindig fogadj szót az edzőidnek, szépen játszál, és akkor bekerülsz a csapatba, és hasznos tagja leszel a csapatnak. Rendben? Belicki Zsolt. Hát neked a szemed se áll jól. Rossz vagy, fiam? Kicsit? Hát akkor tessék egy kicsit megjavulni, mert azt hallottam egyébként, hogy te az egyik nagyon-nagyon ügyes játékos vagy, mert már a följebbi csapatban is játszol, igaz ez? Hát akkor csak így tovább, sok sikert neked! Batta Lizet. Hát rád is ráfér egy kis vitamin, nőjél nagyra, szépen dolgozol, meg vannak veled elégedve, szorgalmasan járj edzésre, és aztán kiváló játékos leszel. Tolnai Nóra. Hát te is egy aranyos, jó kislány vagy. Te is jó játékosa vagy a csapatnak. Tessék odafigyelve, szorgalmasan járni az edzésre, és akkor nagyon klassz kosaras lesz belőled. Szívós Áron! Áron! Hát neked se áll jól a szemed. Izgalmas, rossz gyerek vagy? Tényleg? És őszinte. Ezt már szeretem. Rengeteg eszed van,
azt írta az edzőt, tessék a játékra fordítani, és akkor kiváló csapattag lesz belőled. Várjatok, lapoznom kell. Hol vagy, kis ördögöm? Menjél nyugodtan, kínálgozd a felnőtteket is. Örülünk, hogy megjöttek, hogy itt vannak, hogy érdekli őket a gyermekeik sorsa. Bár minden szülőt így érdekelni, úgyhogy üzenem is a szülőknek, hogy tessék, kicsikém, figyelj ide rám, ördöggyerek, akik ott ülnek, a nagyoknak, azok is gyermekek. Nézzél távola? A padon. Menjél csak. Tehát üzenem a szülőknek odahaza, mondjátok meg, hogy azt üzent a mostani Mikulás, hogy tessék többet eljárni a gyerekek meccsére. A gyerekek nagyon örülnek, hogyha a szülők tapsolnak, ha itt vannak, ha együtt van az egész csapat. Na, menjünk tovább. Kovács Gábor. Hát ide olyat írtak, amit én el sem akarok hinni. Szerinted mi van ide írva? Nem tudod? Hát ki ismeri saját magát, ha nem te? Ide az van írva, hogy te túlságosan jó vagy. Egy fiú gyerek, tessék többet rosszalkodni. Tessék elevennek lenni, mozgékonyabbnak, és rettenetesen jó játékos válik belőled. Kucsera Evelyn. Azt írta az edzőt, hogy tessék egy kicsit jobban bízni a társaidba. Miért nem bízol bennük? De. Bízol? Akkor remek játékos lesz belőled, és ha valami nem sikerül, akkor újra meg kell csinálni. Sosem szabad feladni. Megértetted? Igen. Parancsolj. Köszönöm. Váradi Csilla. Nagyon sokat fejlődtél, nagyon meg vannak veled elégedve, nagyon szorgalmas legyél, így játszál tovább, és akkor büszke lesz rád mindenki. Hoholcer Melani! Nagyon szépen dolgozol, nagyon meg vannak veled elégedve az edzőid. De ez az a hely, ahol baj egy kicsit, ha igazi nő vagy. Tudod-e, mit jelent? Nem. A nők nagyon szeretik az ékszereket. Na hát azt itt nem szabad hordani. Látom, ez dicséretes, de se edzésen, se meccsen ne legyen, mert sajnos megsérülhetsz, és a társaidat is megsértheted vele. Büszkék rád az edzőik. Parancsolj! Ki már? Minden edzésen ott vagy, fiam? Nem. Nem? Hát az hogy lehet? Sokszor nem vagyok. Sokszor? És ez miből adódik? El kell menni. El kell menni. Hát mondd meg anyának, meg apának, hogy úgy alakítsák a otthoni programokat, hogy neked ez a sport nagyon fontos. Tessék járni edzésre, mert csak akkor győzhet a csapat, ha edzésen mindig mindenki részt vesz, akkor a meccsek le vannak játszva. Biztos, hogy nyertek. Jarábi Krisztián. Ó, a te szemed se áll jól. Hogy állunk az edzésekkel? Sokszor nem vagyok itt a meccseken, mert elfelejtem, és anyukám néha nem engedem. Hát ez igen baj. Akkor mostan maradjunk abban, hogy te egy nagyon jó ügyes játékos vagy. A meccseket tessék beírni a naptárba, jó tanulni, anyukának megígérni, hogy mindent rendesen megcsinálsz, és tessék elengedjen téged a
meccsekre. A csapat számít rád, az edzőt számít rád, tessék szépen folytatni ezt a sportot, köszönöm. Mert ez nagyon egészséges is, meg szép sport. Köszönöm. Ludberszky László. Hát azt hitte az edzőt, hogy te egy szorgalmas, jó játékos vagy. Igaz ez? Vagy füllentette? Kicsit. Miért? Te hogy látod? Nem vagy mindig szorgalmas? Nem nagyon. Dehogy nem. És azt hallom, hogy már jövőre másik, nagyobb osztályba fogsz játszani. Följebb kerülsz más csapatba? Nem, várja, akkor lehet, hogy nem jót írtak. Azt mondjam. Te már, ja, te leszel nagy, te már nagy leszel, a csapattársaid majd fognak rád számítani, úgyhogy légy szíves, csak továbbra is így szorgalmasan járni az edzésekre. Lakatos Viki. Szépen dolgozol, meg vannak veled elégedve, de legyen benned kitartás. Valami, ami elkezdődik, annak van vége is. Úgyhogy tessék végigmenni ezen az úton, és jó sportoló váljék belőled. No, azt mondja. Kaldarasz Dávid. Dávidkám. Hát hallom, neked meg egy kis vitamint kéne többet szedni. Betegeskedsz, apukám. Ne betegeskedjél. Légy erős, járj edzésre, dolgozz sokat, erősíts tested, lelked, kiváló kosaras válik belőled. Csonka Klaudia. Hát veled is meg vannak elégedve, rendes játékos vagy. Azt hallottam, hogy még a fiúkat is lepipálod a labda leszerelésben. Igaz ez? Hát maradj is ilyen, gratulálok. Köszönöm. Neked. Horváth Imre. Ó, tényleg egy mosolygós gyerek. Azt írják, hogy igen, vidám gyerek vagy. Pedig te később is kezdted állítólag ezt a játékot, mint a többiek. Tavaly. De nagyon szépen földárkoztál, és a munkádnak köszönhetően igazán meg vannak veled elégedve az edzőid. Parancsolj. Köszönöm. Nálik Bence. Hát neked rövid a sor. Azt írták, hogy igen, ura magas, hogy guggolj már le, fiam, hanyattesek. Azt írták, hogy nagyon meg vannak veled elégedve, remélik, hogy továbbra is ilyen rendesen jársz a meccsekre, meg az edzésekre, maradj is ilyen, és még nőjél, mert jó. Akkor aztán... Azt mondja... Ország Ádám. Hát itt egy kis magatartás zűrzavar van. De csak kicsi. Változtass rajta, dolgozz szépen, és még majd jön valami meglepetés ehhez. Csak egy kicsit késik, utólag majd megkapjátok. Kucsera László! Hát úgy hallom, hogy neked rengeteg energiád van. Kölcsön adhatál nekem is néha egy kicsit. Fordítsd a játékra, a magatartásodra, és akkor kiváló sportoló lesz belőled. Majd még jön valami ajándék hozzá. Kaldarasz Johnny. Na
van, Johnny fiam, ha neked is le kéne guggolni? Azt hallottam rólad, azt hitte az edzőt, hogy mindig szem előtt tartsd, hogy csapatjátékos vagy. És ha ezt mindig szem előtt tartod, na most ide kell a súgógép, akkor sokkal több asszisztot adhatsz a többieknek. Mi az az assziszt? Passz. Hát akkor passzolok neked egy kis ajándékot, a többit majd megkapod. Amúgy, Klárám. Klára, úgy hallom, nagyon jó képességeid vannak. Kutya kötelessége az ilyen jó képességű gyereknek összetartani a csapatot. Példát kell mutatni mindenből. Nem sértődni, nem bomlasztani, ezt nem tanuljuk meg a felnőttektől, hanem szépen játszani, békét tartani és összefogni a csapatot. Rendben? Nagyon jó, a magasságod nagyon klassz, nagyon jó kis csapatjátékos leszel. Szentír Mai Martin. Hát itt valamit a felelősségről mondtak meg, hogy egy kicsit komolyabban kell venni. Egyébként nagyon jó játékos vagy, nagyon elégedettek veled, de tessék odafigyelni, az eszed arra használni, hogy jó játékra fordítsd. Parancsolj. Még majd jön hozzá ajándék. Csak Gomola Petra. Nekem azt írták, hogy nagyon örülnek, hogy újra jársz edzésre. Miért eddig nem jártál? Tavaly nem. Hát és mi történt? Rossz voltam. Rossz? Elfelejtettél edzésre járni? Jó, ne fűrtassuk. De most nagyon örülnek neked, nagyon jó csapatjátékos vagy, csak így tovább nagyon számítanak rád. Surman Péter. Megint egy olyan mondat, amit nem szívesen mondok egy fiúról. Hát te is túl jó vagy. Hogy fordulhat ez elő egy férfinél? Hát tessék a test, hallom, van egy rossz testvéred. Rosszabb, mint te vagy? Igen. Elevenebb? Igen. Na hát, tessék róla egy kis példát venni. Tessék, parancsolj. Dobd el. Azt mondja, kadettek. Na, a kadettek jönnek. Árva Gábor. Ho, 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 Virgács helyett. Ho, ho, ezt én föl sem merem olvasni, mit írt az edződ. Azt írta, hogy igazi okos tojás vagy. Ez miben nyilvánul meg, Gábor? Jó kérdés. Jó kérdés? Igen. Hát én is elgondolkoztam rajta. Állítólag elég sok mindenbe beleszólsz, tessék szívvel, lélekkel játszani. Nagyon ügyes vagy, az egyik legügyesebb játékos. Most a Virgácsot már abba hagytuk. Most jön a dicséret. Járj edzésekre szorgalmasan, nagyon számítanak rád. Jó képességű gyerek vagy. Pajcs Robert! Edzőt, hogy újra köztük vagy. Mert hol voltál eddig? Guggolj már le, fiam, már kitöröm a nyakamat. Otthon? De most már járni igen. Fogsz? Edzésre is? Meccsekre is? Mert hajrá, Hernád, tudjuk. Parancsolj, majd még kapsz hozzá ajándékot. Hát nem maradt más. Vagy nincs is több senki? Van még valaki? Hát felnőttek. Most jönnek a felnőttek. Azon nekem ide írva, ki lehet ez? Ha itt van igazi főnyeremény, csak tudnám melyik az. De nem látom, nem is ismerem. És ha azt mondom, hogy van egy édes kislánya, akit úgy hívnak, hogy Hanna,
és ő a csapatkapitány. Akkor ide várjuk Forgács Róbertet és a ő pici Hannáját. Na, kicsi Hannám, tessék, drágám. Várjál, mert még apa is kap valamit. Hátra nyúlunk, hip-hip-hop, barba tük, Forgács. Oda van írva. Na, mit szólsz? Apa jó játékos? Láttad őt már játszani? Igen. Oda bele talál a kosárba? Gyönyörű vagy. Legyél jó kislány, nőjél nagyra. És gyere el a meccsekre, akkor már mi fogunk találkozni. Nem is mindig Mikulásként. Köszönöm szépen. Slomonecki Zoltán. Hallom, ó, hát már tudja, tudja. Én nagyon jó voltam. Azt hallom, hogy már egy igazi center vagy. No, csak így tovább. Sok munkának köszönhetően nagyon megvannak veled elégedve. És ha hátra nyúlok és találok egy olyat, hogy ilyen, akkor a tied. Köszönöm szépen. Meg a szaloncukrom, a kis ördögömtől. Gyere, ide játszom. Így, no, Pence László! Azt mondják, hogy te egy nagyon ügyes, jókezű játékos vagy. Én már láttalak játszani, pedig igen messziről jársz be, úgyhogy nagyon dicsi. Hol van ez a messzi? Ez attól függ. Mitől? Hát honnan jött le? Zalagerszeg, Kecskemét, Táborfalva, Budapest. Medve anyám, olyan messziről, hát akkor pláne dicséretes. Na, hátra nyúlok, találok-e itt egy olyat, hogy... Pence, és találtam. Használd egészséggel. Köszönöm. És továbbra is maradj ilyen jó kis játékos. Kongrácz, Balázs! Ó, egy csapat nem létezhet egy igazi mérleképes könyvelő nélkül. Hát gratulálok, azt hallottam, igen, gyors, fürge, jókezű gyerek vagy. Csak így tovább. De azt is hallottam, hogy elszállíts fönt valami, ha nem úgy mennek a dolgok. Na, ez a virgács. Ez nem igaz. Nem leszel ideges? Nem, sosem. Én még azt is láttam, hogy azt is tudod, hogy milyen bolygón vagy. De nagyon ügyes játékos vagy, csak így tovább, nagyon számítanak rád, nagyon megvannak veled edződve, elégedve az edzőid, és találtam egy névre szóló pólót neked. Köszönöm szépen. Ó, csak nem egy lányt találtunk itt. Járai Judit! No hát, én azt hallottam, hogy igen szeretsz beszélni. Ez nem olyan nagy bűn egy lánynál. De csak akkor fogod be a szádat, hogyha azt mondja az edző, társad, hogy kapsz egy kis finom főzeléket, mindjárt csönd lesz. Azt mondja, hogy azt is hallottam, hogy a fiúk réme vagy, de csak a pályán. És szemmel is le tudod szerelni a labdát tőlük. Na hát maradj csak ilyen, és nagyon jó edzőtárs vagy, azt is hallottam. Úgyhogy van számodra is egy névre szóló. Doposi Gergely! Csókolom, Mikulás bácsi! Szervusz, kis fiam! Mit olvasunk rólam? Hát, hogy az eddigi munkád
Nem szabad föladni. Mi voltak ilyen terveid? Nem voltak ilyen terveim, soha. Nem? Nem. Hát akkor ne is legyenek. Jól van. Az legyen a szlogen, hogy edzés, meccs. Edzés, meccs, és hajrá, Hernán! Igenis, Mikulás na, bácsi! Akkor keresünk neked is egy névre szóló pólót. Fogytán van itt a hátam mögött. Dobos, igen! Köszönöm szépen! Szabó Árpád! Ó, megjött Árpád! Azt mondják, hogy javadra vár, hogy mostanában kevesebbet beszélsz, igazán? Hát, fáj a torkod? Hát igen, meg voltam fázva. Na, hát meg ilyet, hogy nem kéne edzéseken elaludni? Vagy edzések helyett? Vagy előtt? Szeretsz aludni. Hát nagyon. Hát be kell osztani az időt, nagyon ügyes vagy, én is láttalak már, drukkolok is továbbra is, neked és a csapatnak is, úgyhogy nézzük csak, neked is van itt egy névre szóló. Használd egészséget! Hát azt mondja, Tóth Gergő. Na, neked aztán kimagaslóan jó a véleményük az edzőknek rólad. Szinte te vagy a leg. De csak edzéseken, meccseken majd még azért. Oda kell figyelni, maradj ilyen, ne okozzál csalódást. A munkád alapján nagyon meg vannak veled elégedve. Maradj ilyen rendes gyerek, várjál. Tóth, itt a nevedre szólok. Köszönöm. Na, van még? Jó, a többi rajta ilyen. Körtvélyesi József. Na, hol ez a gyerek? Körtvélyesi. Hát ő az erősítős bácsi. Jaj, gondolom a sportolókat erősíti, hogy az erőléti állapotuk igen jó legyen. Atlétikával, meg különböző dolgok. Rendesen dolgoznak ezek a gyerekek? És akkor te is rendesen végzed a munkádat. Tehát akkor megvannak veled is mindenki elégedve, úgyhogy a gyerekek szeretnek, használd egészséggel. Kispap Julianna. Hát az ilyen gyerek? Kura gyerek? Ó. Nem is kívánhatom, én meg inkább fölállok, ilyen szép, magas asszonytársad, azt mondja. Úgy hallom, igen szigorú vagy a gyerekekkel. Nem? Azt is lehetne mondani? Azt is lehetne mondani, egyik kezed az ütleg, a másik a simogatás. Egyetlen egy dologra kell, hogy vigyázzatok. Ne idegesítsétek föl, mert a hangja mindent felülmúl. Nagyon tud kiabálni. No, és akkor végül, de nem utolsó sorban, hát van egy ajándékom, azt mondja, ki az utolsó, akit nagyon kedvelünk, végül nem utolsó sorba, van egy ajándékom Liga Mihálynak. Igen. Liga Mihály az az ember, kérlek szépen, aki mindig megörökíti a jó meccseket, hogy azok a szülők is láthassák, akik nem jönnek el megnézni a gyereket meccsét. Nagyon szépen köszönjük neked, továbbra is várunk szeretettel az izgalmas, jó meccseken. Köszönöm. Megérkezett egy elkésett gyerek. Elkésett gyerek, csak mi el? Nem találtuk, hol a gyerek? Úgy hívják, hogy Surman Árpád. Gyere, drágám, öregszem, látod, nem látod, jó? Azt hallottam, hogy egy kicsit vásod gyerek vagy. Tudod-e, mi az a vásod? Hát olyan eleven, kicsit rossz, kicsit mozgalm. Ilyen gyerek vagy? Ez nem baj, ez nem baj. Ez volt a virgács. De nagyon meg vannak veled elégedve. A bátyád jóságából vegyél kicsit kölcsön. Látod, van akinek
Rosszaságból kell kölcsönvenni, van akinek jóságból. Nagyon jó sportoló válik belőle, ha rendesen dolgozol. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hát az én munkám véget ért, örülök, hogy itt lehettem köztetek. További szép munkát, jó meccseket. Ha rajtam múlik, elmúlik a télapó szezon, én megígérem, jövök a meccseitekre. Minden jót nektek, jó egészséget!